Október elején indul egy kétnapos programsorozat az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban megünneplése alkalmából. Sokszínű program és esemény várja az érdeklődőket. Október 4-én és 5-én 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban címmel Magyarország, amely ebben a fél évben az Európai Tanács soros elnökségi tisztjét tölti be, egy olyan kulturális programsorozatot szervez egész Magyarországon, melynek 10. állomása vármegyénk székhelye Szekszárd. A szekszári kulturális intézmények egy nagyon gazdag program kínálattal várják ezen a két napon a hozzánk látogatókat, melynek az apropóját az adja, hogy egy kicsit bemutatkozhatunk országnak, világnak, a magyar kulturális kincsekkel, hagyományainkkal, gasztronómiánkkal, sport és kulturális télen elért kiváló eredményeinkkel, melyekre úgy gondolom valamennyien büszkék lehetünk. Itt a városunkban a már említett intézetek nagyon régóta készülnek, és én azt gondolom, hogy olyan kuriózumként is értelmezhető programok fogják várni a látogatókat, melyek ez a programsorozat nélkül talán nem, vagy egy más időpontban valósulhattak volna meg. Én arra biztatok minden kedves városlakót és a környékünkön élőt, hogy válassza ki a kedvére valót, hiszen itt mind a Tolna megyei levéltár, mint a Vosinszky Mór Múzeum, mind az I.S. Gyula könyvtár, illetve a Babics-Mellye Kulturális Központ kínálatában, hát nem is tudom hirtelen összeszámolni, de napi 6-8 olyan érdekes program is lehet, mely időpont egyeztetést igényel, és azt gondolom egyikről sem kellene lemaradni a hozzánk látogatóknak. Köszönjük még egyszer a Magyar Nemzeti Művelési Intézet támogatását, hogy lehetővé tette, lesz ennek a programsorozatnak pénteken egy hivatalos megnyitója is, merre ezúton is sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy minden program megtalálható az interneten is, így a Babics-Mellye Kulturális Központ Facebook oldalán, Instagram oldalán és a www.szekszárdagora.hu oldalon. Amit én még így a sajtótájékoztató után, így az egyéni interjúban még egyszer kiemelnék, az, hogy minden programra a belépés díjtalan, tehát teljesen mindegy, hogy az hol valósul meg, múzeum, könyvtár, levéltár, Babics-Mellye Kulturális Központ, minden programra a belépés díjtalan, viszont nálunk az intézményünkben megrendezésre kerülő programok közül 3 regisztrációs jegy köteles. Közönség találkozóira annak Oscar-díjas rendezőjével Szabó Istvánnal, ez a rendezvényteremben lesz, és regisztrációs jegy köteles, ahogy este 7 órakor a Helység Kalapácsa című Petőfi műremekből készült színdarabra is, amely a színháztermünkben lesz. És másnap, október 5-én szombaton 18 órától pedig lesz a Tánctér nevű rendezvény, ahhoz is regisztrációs jegy szükséges. Október 5-én 10 órakor nyílik meg a Magyar Nemzeti Levéltár által, levéltár és szakintézményei által készített vándorkiállítás, amiben 15 molinó általánosságban a magyarországi történethez kapcsolódik, és 3 molinó, az gyakorlatilag Tolna vármegye levéltára a saját iratai, hagyományai, kultúrája, története alapján állított össze. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a 3 molinó kapcsolódik az országos eseményekhez, ugyanis az első, az, amikor a török felszabadítás után újra települ a vármegye, nem csak a betelepített németekkel és egyéb felvidéki vagy magyar belső vándorlásokból ideérkező magyarokkal is, hanem a nemesítéssel, tehát az udvar nemesítésével együtt a nemesség, a felvidéki nemesség egy része is ide kerül, akik ugye az udvar, a török felszabadítás alatt valami ilyen szolgáltatással, akár pénzbeli vagy hadi szolgáltatással az Habsburg udvarnak segítséget nyújtottak. Gondoljunk csak mondjuk a Merciekre, a Hőgyészen, vagy netolántán a felvidéki nemesek közül a Kajdacsot megkapó Stankovánszkiakra is. Ezek közül talán úgy kapcsolódik az országos levéltár molinójához, hogy beszél az indigenátusról, vagyis nem csak magyar nemesek, hanem birodalmi nemesek is kaptak magyar nemesi jogot, és azért a leghíresebb családunk a Percel család, amelyik birodalmi nemességből
jogalkotással, oklevéllel gyakorlatilag vármegyei nemesség is vált, köztük Tolna vármegyei nemessége is vált. A második, az a molinónk, amit Percelmornak az emlékiratai alapján Tolna vármegye aranykonának nevez, ezzel a címmel is készítettük el a molinót is, ami a reformkorra vonatkozik. A harmadik viszont mindenképpen, és ezt szerintem mindenki kitalálhatja, az a borkultúrához tartozik, vagyis Tolna vármegyének, és elsősorban ugye Szekszárnak a borászatával, vagy a bor termelésével, szőlőművelésével kapcsolatosan. Két olyan intézménytől fogadunk be kiállítást, amelyek mind a ketten a Magyar Nemzeti Múzeumnak a közgyűjtemi központjának az intézménye. Az egyik az Iparművészeti Múzeum, lesz ez a Polla kávézóban, lesz ennek a kiállításnak a konkrét helye, és 14 órakor van ennek a megnyitója. A másik programelem a Magyar Nemzeti Múzeumnak a nagy sikerű idei kiállítása, a Magyar Mennyasszony címet viselte, amit közelmúltban lebontottak, annak egy tabló kiállítását fogjuk elhozni a múzeumunknak a főépületébe, tehát a Szent István tér 26-os számú főépületnek a földszinti részén kerül elhelyezésre, és ehhez kapcsolódóan egy Kollár Judit nevű művészettörténész kolléganő fog tartani a Nemzeti Múzeum mennyasszonyi ruháinak történetét bemutató előadást. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Ami a múzeumot, illetve akár engem is konkrétan is érint, illetve illet, a Szerelmes film című Szabó István filmnek a vetítését követően itt a Babits Mihály Kulturális Központban egy beszélgetésre kerül sor Szabó István világhírű rendezővel és Lukácsi György filmesztétával. Én fogom őt faggatni ennek a szerelmes filmnek a hátteréről, magára a korszakról, illetve a Szekszárdhoz fűződő kapcsolatáról. Azt gondolom, ez mindenképpen egy érdekes program lesz, illetve amit még fontosnak tartok elmondani, hogy a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, amelynek a Szekszárdi Múzeum is tagja, részt vesz egy olyan programelembe, amelyet szintén a Babits Agora előterébe kerül bemutatásra. A múzeumoknak a boltjában megtalálható tárgyakból egy válogatást nézhetnek meg, és talán ebből is a látogatók, érdeklődők leszűrhetik, hogy milyen mérhetetlenül gazdag a vidéki múzeumoknak a kincsei.